Sziasztok! Köszönöm titeket a második trimester összefoglaló videómban, ami hát gyakorlatilag az elsőhöz hasonlóan fog készülni, annyi különbséggel, hogy remélhetőleg egyrészes lesz, és ebben fogom elmesélni a saját tapasztalatokat, és válaszolni az általatok Instagramon feltett kérdésekre is, úgyhogy csapjunk is bele, mert lehet, hogy hosszú lesz. Szóval az első videóval ott hagytam abba, hogy lezárult az első trimester, ami hát valahol azt írják, hogy a 12. hétig, valahol azt, hogy a 13. hétig. Én nagyjából a 13. hétig bezáróan gondolok az első trimesterre, és utána kezdődött a második, ami most ért véget nem olyan rég. A 28. héttől kezdve már a harmadik trimester van, szóval a kettő közötti időszak volt igazából a második trimester, amire a legtöbben azt mondják, hogy a legjobb része a terhességnek. Ilyenkor már az első trimesteri rosszul létek szerencsésebben véget érnek, és sokkal energiadúsabb és problémamentesebb a kismama. Úgyhogy de azt már mondhatom, hogy nagyjából úgy vártam már ezt az időszakot, mint a megváltást azokban a hetekben, amikor rosszul éreztem magamat. Viszont nagyjából jött is, tehát szerencsém volt, nem mondom, hogy így napra pontosan, de tényleg már a 12.-13. héten így jobban éreztem magamat, és talán a 14. héttől kezdve már abszolút azt éreztem, hogy egy felüdülés. Nem mondom, hogy nem voltak még akkor is nehezebb napjaim, de úgy általánosságban már abszolút sokkal jobb volt a közérzetem, nem voltam olyan durván fáradt, bár azért ez a fáradtság, ez olyan jön és megy a terhesség alatt, én azt tapasztalom, szóval voltak időszakok, amikor sokkal jobban éreztem magamat, sokkal energiadúsabb voltam, de azért nem mondhatnám a második trimeszteresen, hogy végig majd kicsattantam az energiától, mert abszolút nem, tehát magamhoz képest legalábbis sokkal több pihenést igényeltem volna, amit hát nem mindig adok meg magamnak, mert nagyon sokat dolgoztam ebben az időszakban, meg dolgozom még most is, viszont tényleg, ha másra nem, legalább az éjszakai mélyállásokra baromira szükségem van, hogyha legalább azt meg tudom tenni, még napközben nem is annyira tudok pihenni. Szóval igen, de a jó hír az, hogy az első trimeszterhez képest sokkal-sokkal jobb lett az alvókám, tehát abszolút nagyon-nagyon mélyen alszok, hál' Istennek. Ezt mondjuk megtámogatom egyrészt refekvés előtt magnéziummal, másrészt egy kanál glicinnel, szintén így lefekvés előtt, és ezek nekem tök jó kombinációt alkotnak és segítenek abban, hogy mélyebb legyen az alvásom, illetve az is nagy segítség, hogy most már nem 4-5-ször járok ki vécére az éjszaka folyamán, csak mondjuk maximum 2-szer, rosszabb esetben 3-szor, de ez az 1-2 alkalom az már tényleg olyan, hogy ezt észre sem veszem, szinte alva kimegyek, visszamegyek és alszok tovább. Szóval az már abszolút kibírható, tűrhető, és tudok mellette jókat aludni. Emiatt nagyon hálás vagyok, mert ez tényleg rengeteget segít, tehát alvás nélkül én nem üzemelek, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezen túl vagyok ezen a nehéz részén. Nyilván majd most jön a neheze így a pozitív szempontjából. A második trimeszterben azért még én úgy gondolom, hogy lehet úgy helyezkedni, hogy kényelmesen tudj aludni. Nem feltétlenül hason nyilván, de az elején én még akár hason is tudtam aludni, anélkül zavart volna, amikor még nem nőtt túl sokat a hasam. Szóval ez még egyébként egy rugalmas időszak ebből a szempontból is. Itt a babanapomat annyira nem töltögettem, szóval nem tudok itt pontosan hétről hétre haladni, és minden hétre ezt mondani egy fun factet, de ez igazából azért is volt, mert nem is voltak annyira fun factek, és az abszolút nem baj, nem jelentkezett annyit, mint az első időszakban. Ami viszont fel volt egyező, mert azért előtte csakoltam, hogy a 15. héten értem fel először azt, hogy most már tényleg elkezdett nőni a hasom, és így látványosan érzem magamon, hogy most már azért nem teljesen lapos. Mások még így nem vették észre, tehát nem mondták azt az utcán, hogy hú, hát ő tud, hogy gyereket vár. Egyrészt én szeretek bővebb ruhákat hordani, másrészt annyira feltűnő még nem volt igazából, csak mint a picit puffadtam volna, vagy nem is tudom. A ruháim abszolút jók voltak még rám. Úgy a 16. héttől kezdve már más is mondta, hogy tényleg már valami mintha látszana, de még annyira nem. És igazából szerintem nagyon látványos növekedés nekem csak a 20. hét után indult el.
onnantól kezdve azért már észre lehet rajtam venni, bár én mindig szoktam hasonlítgatni, így más velem egy hétben tartó kis domákhoz magamat, ami nyilván nem egy jó ötlet, csak kíváncsiságból. És szerintem én még abszolút nem a hatalmas has kategóriába tartozom, nem mondom, hogy nem fog nekem is megnőni, de a második trimester alatt nekem még olyan brutális nagy növekedés nem produkált a hasam, szóval még teljesen jól tudom hordani a korábbi ruháimat, nyilván nem mindent, nem minden kényelmes, a farmerokat már szét kell gombolni, kell, ha leülök, de én ezért hálás vagyok, hogy így egész sokáig megúsztam azt, hogy nekem nagyon be kellene vásárolnom kismama cuccokba, és hogyha akarom, akkor tudom láttatni azt, hogy én terhes vagyok, ha akarom, akkor pedig el tudom úgymond rejteni, nyilván halálosan büszke vagyok, tehát nem szeretném elrejteni, csak úgy fel tudok úgy öltözni, hogy ne úgy nézzek ki, mint aki renyelt egy dínyét, vagy ilyesmi. Igen, ami egy nagyon izgalmas része volt ugye a második trimeszternek, és erről készült is nektek videó, az, hogy ekkor tudtuk meg a baba nemét. Hamarabb is megtudhattuk volna igazából, mi elég sokáig vártunk vele, pont azért, mert szerettünk volna egy ilyen baba nemebulit, ahol a családjainkkal és a barátainkkal tudjuk ezt kitalálni és megünnepelni. És mivel nagyon nehéz nyelvi időpontot egyeztetni, amikor mindenki rájött, ezért nekünk egészen a 19. hétig húzódott az, hogy ez kiderüljön. De egyébként úgy nézett ki a történet, hogy a 18. héten elmentünk a nőgyógyászomhoz, és akkor őt kértük meg, hogy nézze meg, és anélkül, hogy bármit látnánk az arcán, vagy a képernyőn, írja nekünk egy papírra, és akkor azt fogjuk majd odaadni a illetékes személynek, hogy mindjárt elmesélem. Szóval leírta, és azt mondta, hogy egy ilyen 95%-os biztonsággal meri ezt mondani, hogy tényleg ez lesz az eredmény, 100%-ot még nem mer mondani, de utána úgy is megyünk majd a genetikai ultrahangra, ahol már biztosan mondják, de ugye a baba neme buli pont a kettő között volt a 19. héten, úgyhogy biztunk benne, hogy ez az 5% az már sokat nem fog osztani, vagy szólni a sztorin. Szóval lejött meg egy kis borítékba, és még azon nyomban találkoztunk is húgomékkal, és a nagyobbik húgom kapta meg. Ő senkinek nem mondta el, egy hétig őrizte nagyjából a titkot, és ő volt az, aki a videóban látott kis lufik közül megtöltötte azokat, amelyikek meg voltak töltve. Tehát ő volt élő a titok őrzője, mert tudtam, hogy ő kibírja. Meg örült is a feladatnak, azt gondolom, úgyhogy ez ugye lehet, hogy legjobban alakult szerintem, és habár, ahogy mondtam, most abban a videóban én nagyon-nagyon erős megérzéssel voltam az elejétől kezdve azzal kapcsolatosan, hogy fiú, de egyszerűen nem tudtam elképzelni mást, és nem azért, mert nem örültem volna egy lánynak, hanem mert olyan szintű megérzésem volt, mint még soha. Szóval nem is az, hogy kíváncsian és izzottam, már inkább félelem volt bennem, hogy úristen, mi van, ha már más mondtam, pedig az biztos, hogy nem is úgy van. De lényeg az, hogy jól sült el, vagyis hát úgy történt, ahogy igazából gondoltam és megéreztem. Elég egyértelműen, mert gyakorlatilag rózsaszín lufit nem is pukasztottunk, csak kéket, úgyhogy hát egyértelműen kis fiúk lesz. Igazából ugye nagyon sok ilyen babonát, meg tünetet, meg stb. Végignéztem, hogy mi az, ami lányra, utána mi az, ami fiúra. Nyilván tudom, hogy ezek közül nem minden valós, sok hülyeség van, meg valakinek így van, valakinek úgy van, de azok közül is azért inkább fiúra utaltak a jelek, tehát az, hogy mondjuk a bőröm nem elcsúnyult, hanem inkább kivirult, vagyis szebb lett, az, hogy nem volt egyáltalán nálam a hányás jellemző, voltak rosszul létek, de nem majdnem olyan szinten rosszul, hogy a vécén töltsem a első pár hónapot. Van ilyen kínai naptár, ami szerint meg lehet jósolni, meg nem tudom már pontosan, de elég sok ilyen babolát lehet egyébként rájönetem. Na és az alapján én mertem remélni, hogy tényleg igazam van, és fiú is bejött. Ez volt a 19. héten, és utána, ahogy jöttünk vissza Debrecenbe a Pestre, mert a Debrecen volt a buli, már akkor elkezdtünk beszélgetni a névötletem. Mert hogy addig a pontig úgy voltunk vele, hogy elengedjük ezt a témát. Elég sokat vitatkoztunk rajta Andrissal, és egy idő után úgy döntöttünk, hogy inkább hagyjuk, várjuk meg azt, hogy kiderüljön, hogy akkor mi lesz a neme, és akkor legalább már így le tudjuk felezni ezt a sztorit, és már csak egy konkrét nem neveink tudunk majd vitatkozni,
úgyhogy ezt megvártuk, de már amikor jöttünk vissza Pestre, a buli után, akkor már így nézgettük az utónév névsort, hogy akkor mik is vannak, és hát nem volt egyszerű, mert Andrisnek csak is kizárólag az Andris név tetszett, nekem meg azért volt jó pár másik is, bár megmondom, hogy szerintem fiú nevet nehezebb választani, mint lányt. De mindegy, nyilván nem lehetetlen. És én azt gondoltam, hogy ezután még hetekig el fog ez húzódni ez a sztori, hogy végre dűlőre jussunk és találjunk egy olyan nevet, ami nem az Andris, amivel ne értsétek fel, semmi problémám nincsen, ez egy nagyon gyönyörű név, viszont így hívják a vőlegényemet, a vőlegényem apukáját, az összes férfi felmenőit, így hívják a saját apukámat, neki az apukáját, és még lehet, hogy neki is több felmenőit. Tehát, hogy nekem az egyetlen problémám ezzel az volt, hogy a családban gyakorlatilag az összes férfit Andrásnak hívnak, és a gyerekünket is, és én szerettem volna neki egy egyedi, saját nevet, és másodikként megkaphatja az Andris, tehát azzal semmi problémám nincsen, de hogy én szeretném máshoz szólítani, és ez azért szült nem kevés vitát így Andris is köztem, meg úgy a család is köztem is mondhatni. Na de ennek ellenére képzeljétek el, gyakorlatilag 2 nap alatt sikerült találunk egy olyan nevet, ami nem az András, ellenben mind a kettőnek tetszik. Nem fogom még elárulni, ez egy olyan dolog van, amit tényleg szeretnék csak a születése után elmondani majd, és addig megtartani magunknak. Nem azért, mert tudok, de megmondom őszintén, pláne egy ilyen nehéz névválasztás után én nem szeretném hallani a különböző ilyen-olyan véleményeket, hogy ez jó, hogy miért nem jó, vagy nem tudom. Szóval majd akkor meg tudjátok, de már nincs sok hátra, úgyhogy nyugi, hamarosan kiderül az is. Na de ezóta, tehát azóta a 20. hét óta most már van egy neve, és így is hívjuk őt, elmeséltük a közeli barátoknak és a családnak is, és ennyi a meglepetésem egyébként gyakorlatilag mindenkinek tetszett, pedig nem voltam ebben egyáltalán biztos, de egyébként egy nagyon-nagyon cuki neve lesz szerintem, és pont a baba neve buli utáni 20. hét kezdetén volt az, amikor először egy olyan erőteljesebb mozgást éreztem, ami már tényleg megkérdőjelezhetetlenül ő volt. Egyébként azt kihagytam, hogy a 16. hét legelső napján éreztem legelőször, hogy megmozdult. Az egy nagyon kis halvány mozdulat volt, úgymond tényleg olyan, hogy egy kis pillanatból szállt volna a hasonban, és ezt megrebbentettem volna a szárnyát nagyjából, hogy ilyen minimális mozgás volt, egy ilyen kis ilyen érzés. De utána hetekig megint csak nem éreztem semmit, pedig már nagyon-nagyon vártam, hogy végre mozogjon. És miután megtudta ő is, hogy fiú, meg mi is, utána a 20. héttel kezdve elkezdett mozgolódni. Akkor még nem sokat, naponta pár mozdulat volt, amit úgy éreztem. Andris akkor még egyáltalán nem, pedig nagyon szerettem, hanem nagyon próbálkozott már, hogy így kitapintgassa, de akkor még nem. És aztán emlékszem, hogy elmentünk nyaralni Olaszországba, amiről ugye mindig csak láthatatok videót, és ott meséltem neki, olvastam mindig az aktuális hetekről a leírásokat, és ott írták, hogy most már azért valószínűleg az apuka is meg fogja érezni a 21-22. Hét során, és ahogy ezt felolvastam, erre egy néhány napra, vagy ilyen 1-2-3 napra Andris is megérezte, tehát ez a 22. héten volt kb. És onnantól kezdve már ő is folyamatosan érzi, és a baba is érzi, hogy Andris ott van a közelébe, mert hogy meghallja a hangját, vagy megérzi, hogy oda teszi a fejét, vagy a kezét, vagy bármit, onnantól kezdve elkezd mozogni, és ez tényleg annyira hihetetlen, hogy ülök, nem érzek órák óta semmit, oda jön Andris, elkezd hozzá beszélni, és elkezd ugrálni a baba. Szóval nagyon szereti az apukáját már most is. Én pedig nagyon szeretem ezt az érzést, hogy ennyit mozog, mert tényleg egyrészt aggodalomra ad okot olyankor, amikor nem érzem, hogy mozog, hogy úristen, miért nem mozog, másrészt viszont megnyugtató, hogy minden nap érzem, sokszor, és tudom, hogy ott van, és jól van, és él, és virul, és úszkál, és a többi, úgyhogy na, ez a legjobb része, tényleg ezt így elképesztő módon érzem, hogy ennyit mozorunk most már, és fixen tudjuk, hogy este 11-kor nagyon aktív, meg reggel miután felébredtem nagyon aktív, viszont most már napközben, miközben edzést tart, és sokszor szokott nagyon aktív lenni. Igen, úgyhogy igazából a baba neme, és a mozgódása volt a második trimeszternek a legnagyobb történése. Ami pedig a vizsgálatokat illeti, volt ugye egy vérvétel, laborvizsgálat, illetve egy terheléses vércukorszínmérésem nem olyan régen. Ez igazából szerintem nem volt olyan azt mondta, hogy beállítják ezt az egész
cukorivósdit. Nekem egyszer már volt egyébként ilyen, amikor tudtam, hogy mire számítsak, de ugye nem tudtam, hogy teljesen erre hogy fogok reagálni. Hál' Istennek jól reagáltam vele. Vittem magammal citromlevet, a múltkori alkalommiért nem mondtak, hogy lehet, de most azt mondták, hogy vihetek, úgyhogy vittem két kifacsart citromnak a levét egy ilyen kis műanyagőrbe, azt beletöltötték a gyógyszertári glükózhoz, és úgy ittam meg, miután már ugye egyszer levették a véremet. És igazából rosszul abszolút nem lettem, én teljesen beállusodtam tőle, úgyhogy így jó esett volna lefeküdni, egy kicsit kiismertem a kocsiba, és ott így ledöltem arra a két órára, amíg várni kellett. A baba pedig olyan szinten felpörgött, mintha nem tudom, egy trambulin lenne alatta, és kb. Ettől a naptól kezdve már tényleg minden nap hiper-szuperaktív lett. Az a 70 g cukor az így eléggé megdobta szerintem, mert nincs abszolút hozzászokva az ilyen mennyiségű cukorhoz. Szerencsére az eredmény még aznap megjött, és teljesen jó lett, nem volt semmi probléma velem, de nagyon örültem. Bár nem is eszik igazán túl sok cukros dolgot, édességet nem vagyok kívánós abszolút, hál' Istennek pedig ettől nagyon féltem, de azért örültem, hogy volt az eredmény. Tehát egy kaják tekintetében sok minden nem is tudok mesélni, mert ebben az időszakban abszolút elkerült az, hogy én kifejezetten ilyen vagy olyan kaját kívánnék. Visszatértem a normális étkezéshez, hál' Istennek nem eszek kettő helyet, nem eszek többet, mint szoktam, sőt néha még valami kevesebbet is, mert nincs rá időm. Úgyhogy ez volt, illetve volt ugye a 20. héten volt a második genetikai vizsgálatunk, ami már a babaneve buli után volt, ott megnéztek mindent nagyon alaposan, megint csak a Czeiser intézetben voltunk, ez egy ilyen 20 perces ultrahang volt körülbelül, végig méregettek mindent, de tényleg tövőről a hegyre, még az orrlyukait is láttuk, és a végén pedig megerősítették 100%-ra, hogy valóban kisfiú, úgyhogy emiatt nem kell már tovább stresszelni, és szerencsére a genetikai ultrahangon is minden rendben volt, úgyhogy ezek mindig hatalmas megnyugvást jelentenek, amikor azt mondják, hogy minden oké. Ennyit a saját tapasztalatokról, szerintem vágjunk is bele a ti kérdéseitekbe, mert abból is azért lesz egy pár, amit szeretnék megválaszolni. Jött több kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogyan edzel, miket, mennyit teszel ebben az időszakban, mit teszel egy átlagosnak, stb. Csináltam azért mostanában is, mit teszem egy nap videót, úgyhogy abban láthatok példát, de igazából nincs egy ilyen standard dolog. Elég változatosan eszek, azt gondolom, mondjuk a reggeli zapkását leszámítom, mert ez szinte mindig ugyanaz, de vacsira szinte mindig más ezek, olyankor igyekszem zöldségeket enni, ha a nap folyamán nem sikerült, akkor ott bepótoljam, mellé vagy tojás, vagy lazacot, vagy mikor mit sikerül, avokádós kenyeret, ilyesmi. Ebédre pedig most egy néhány hete elkezdtem rendelni magamnak, ami általában csirke, vagy valami hasonló, meg baszmati rizs, meg valamilyen zöldség, tehát ezt szintén mutattam az előző, mit eszem egy nap videómban. Nincs időm egyszerűen magamra főzni, de szeretnék normálisan enni, úgyhogy ez egy tök jó megoldás most nekem rá, és azáltal tehát azért így változatos is marad, mert nyilván igyekszem minden napra mást rendelni. Úgyhogy ennyit a kaja részéről, nincsenek kívánosságaim. Volt egyetlen egy dolog, a savanyú gumicukor, amit így néhány héten keresztül nagyon bírtam, pedig én szerintem 10 éve nem ettem gumicukrot, ilyen rendes cukros-cukros gumicukrot, de az valamiért így bekattant, de abból is van a savanyú fajta. Azon kívül édességet abszolút nem kívánok, talán még kevésbé, mint régebben, szóval most egy, nem tudom, egy Ben & Jerry mellett is simán elmények a boltba, és nem kívánom meg. Inkább olyan rendes sós főtételek, amiket szívesen eszek, de abból sem vagyok szerintem olyan nagyon teljes viselkedésű, szóval elég élet vagyok, hál' Istennek a táplálkozásommal. Hogyan edzel? Az edzésem sokkal-sokkal jobb, mint az első trimesterben volt, több energiám és kedvem is van hozzá. Nyilván a tenyésség előtthöz képest azért sokkal lájtosabbak, szóval a gyakorlatok között többet kell pihennem, nem fér bele olyan sok gyakorlati edzésembe ezáltal, nem is akarok annyira sokáig edzeni, tehát túlrevezetni magamat, kisebb súlyokat használok, jobban koncentrálok bizonyos területekre, például a törzsem erősítésére, a hátizmok erősítésére, és egyelőre ez tök jól működik, mert hál' Istennek van egy ilyen kérdés is, hogy derékfájással kapcsolatban. Nincsen abszolút semmi derékfájás, azt ide is kopogom, tehát még abszolút nem éreztem, remélem ez így marad.
azért nagyon sokat számít az, hogy hogy vág bele valaki a terhességbe, és milyen izomzattal rendelkezik meg, stb. Mit akartam? Igen, szoktam kardiózni, lépcsőző futópadonet fel taposógépen, az tök jól esik, egy ilyen fél órát szoktam általában csinálni ezeken a gépeken így felváltva, és ez tök jól így mozgásban tart, és egészen élvezem is, meg van tőle azért az állóképességem, ha már futni azért nem szoktam, meg nem tudom, nem esik jól. Úgyhogy hát ilyen heti mondjuk 3 alkalommal van, hogy ez kevesebb. Volt már, hogy előfordult több, de akkor azért érzem, hogy picit talán túlhajszolom magamat, úgyhogy inkább a 3 most, ami így átlagos, de ezért sokszor előfordul, hogy nincs annyira sem időm. De ez viszont kell, mert ha ez nincs, akkor sokkal fáradtabbnak érzem magamat, úgyhogy nekem a mentális és fizikális jólétem, ez kell az, hogy valamennyit edzek, különben nyűgös vagyok, fáradt vagyok, és az nem jó senkinek. Derékfájási tipumáknak mit javasolsz? Igen, ez volt ez a kérdés. Nehéz általánosságban erre okosat mondani, mert mindenki más állapotból vág bele a terhességbe és más felkészültséggel, úgymond. Terhessen igazából, amit el lehet követni, hogy konkrétan keresel valakit, aki kismamákhoz szakosodott edző, és ő segítenek neked egy állapotfelmérést követően, vagy kifejezetten kismama jógára, kismama tornára mész el, ahol célzott gyakorlatokkal tudnak segíteni azoknak is, akik egyébként nem nagyon sportosak, vagy hogy mondjam, hanem inkább akár kezdők, vagy haladók, de tényleg ott azért az oktatók, edzők tudják, hogy mik azok a területek, amikre ilyenkor fontos fókuszálni, és mi az, amit nagyon kell vigyázni, figyelni, hogy ne okozzon semmi problémát. Gondolkoztál-e fogadott orvoson vagy szülésznőn? Nem, nagy dilemma, hogy fogadjak-e. Fogadott orvosom van, akihez járok magában egyébként rendelésre, és nála szeretnék, és remélhetőleg fogok is szülni. Szülésznőm viszont nincsen fogadott. Nekem valamiért fontos az, hogy legyen egy orvos, akihez én a terhes gondozás alatt is folyamatosan járok, akit nem mondom, hogy megismerek, mert nyilván azokban a 10-20 percekben túl sokat nem tudok meg róla, de mégis engem megnyugtat az az érzés, hogy én tudom, hogy kihez fogok kerülni, és nem okozhat meglepetést, hogy egy random bármilyen ügyeletes doktor beesik hozzám. Nekem ez megnyugtató, és nekem ez fontos, úgyhogy én mindenképpen úgy terveztem, hogy én olyanhoz fogok elkezdeni járni terhelgondozásra, aki én aztán tudok szülni is, és aki egyébként szimpatikus, és megnyugtat, és segít, és stb. Úgyhogy nekem van egy fogadott orvosom, és őt egyébként ajánlás alapján választottam. Szülésznőm pedig nincsen. Egyrészt már nem ismerek még konkrétan senkit, másrészt azért, mert abban a kórházban, ahol szülni fogok, egyébként nagyon jókat hallottam a szülésznőkről. Benne vagyok ilyen Facebook csoportokban is, ahol erről társadalmak, és mindenki leírja, hogy ő haláláranyos, ő is, még a sajátját, és ebből arra meg nem következtetni, hogy mivel rossz vélemény, gyakorlatilag nem olvastam, hogy igazából rosszul nem járhatok bárki, és lesz akkor az ügyeletes szülésznő. Úgyhogy igen, nálam így fog kinézni a szülés. Sok olyan kérdés van egyébként, amit megválaszoltam már a saját kis összefoglalomban is, hogy mikor kezdett menni a pocekon, milyen vizsgálatok voltak, energikusabb voltam, és a többi. Úgyhogy ezeken igazából átugrok. Milyen vitaminokat, étrendkiegészítőket szedsz? A második trimestertől kezdve már tök jól bírom igazából bármelyik terhes vitamint, úgyhogy ami az elsőben gondot okozott, most már azt sem. Szedtem egyébként többfélét, ugye amikor az első trimesterben rosszul lettem a gál babavárótól, akkor elkezdtem fönnbiont szedni, attól jól voltam, meg azt bírtam, úgyhogy abból szedtem be, aztán kaptam egy adag babyzombor vitamint a Microtein-től, tehát a Microtein-nek az al vagy testvér cégét, vagy nem is tudom, hogy kivel kezdtem, My Vitamins gyártja. Abból szedtem be egy dobozt, és egyébként, ami megmaradt gálba babáró vitamin, azt is beszedtem, mert most már attól sem volt problémám, már nyilván nem egyszerre, hanem egymás után. Szóval így igazából váltogattam, amit én nem gondolok, hogy probléma lenne, mert pici különbség van így a hatóanyagokban, de nem hiszem, hogy ez gondot okozna. Ezen kívül, amit pluszba szedek, ugye mondtam, hogy esténként magnézium plusz cink, omega-3-at szedtem szedek reggelenként pluszban, most pont elfogyott, azért mondtam, hogy többet, de azt szedek továbbra is.
D3 vitaminból, a MyProteinnek van ilyen spray formátuma, azt szoktam reggelenként befújni, a tök jó felszívódása. Esténként egy emésztés segítő tablettát, ami azért azt vettem észre, hogy segít, mint a szereséget is szedtem, de most is azért érzem néha buffadást, hogyha esetleg nem szedem be, úgyhogy abban azért segít mérsékelni, megoldani, és volt egy időszak, amikor szedtem egy pluszban vasat, amikor elkezdtem hirtelen nagyon-nagyon fáradtnak érezni magamat, és igazából minden ok nélkül, akkor kezdtem el, és beszedtem egy dobozzal. Már is megmondom, hogy mi volt az, mert így fejből nem tudom, de van egy gyógyszertárban dolgozó vendégem, aki ajánlotta, és aki nagyon cuki volt, és segített ebben. Maltofer is, ez egy ilyen rágó tabletta, ebből szedtem be egy dobozzal, és egyébként is segített is. Utána egyrészt, mivel visszaváltottam másik vitaminra, amiben már volt vas, nem volt gond, meg voltam is ugye laborvizsgálatom mérőtlen, és kimutatták, hogy tök jó szinten van a vasam. Nem is éreztem már ezt a borzasztó fáradtságot, úgyhogy miután az átfogyott, abból nem vettem újat, de hogyha fogom érezni még most is, hogy szükségem van rá, akkor abból fogok venni valószínűleg megint. Én biztos nagyon aggódnék, ha terhes lennék, hogy nem betege a baba, te nem félsz. Igyekszem az ilyen gondolatokat távol tartani magamtól, mert azt gondolom, hogy a stressz az borzasztó nálhat a babának, és nekem is, úgyhogy igyekszem nem. Másrészt azt gondolom, hogy azért a cesáriaintézetben járunk, ami az ország egyik legkiválóbb helye szerintem ilyen szempontból, tehát nagyon-nagyon képzett orvosok vizsgálnak az ultrahangokon, nagyon fejlett technikával, ezért bízok abban, hogy amit ők mondanak, az tényleg úgy van, és hogy amit előre ki lehet szűrni, azt úgy ki is szűrik belőle. Nyilván bármikor, bármiben van a pakliban, és sosem lehet tudni, hogy mi fog később történni, de én igyekszem az összes ilyen gondolatot abszolút kizárni a fejemből, és csak arra koncentrálni, hogy egy gyönyörű és egészséges kisfiú fog születni néhány hónapon belül, és ha bármi történik, akkor majd amiatt aggódunk akkor, de szerintem többet ártunk azzal, hogyha előre aggódunk a semmi, mint hogyha nem gondolnánk ilyesmire, úgyhogy nem. Mit szeretsz és mit nem ebben az időszakban? Igazából nem tudnék mondani olyat, amit nem szeretek, mert tényleg, ez tényleg a legjobb része egyenlőre, legalábbis amennyit átéltem a terhességnek. Tényleg az, hogy most már folyamatosan érzem őt belülről, meg kívülről is most már. Van több energiám, tudok dolgozni, tudok programokat csinálni, elég sokat utaztunk ebben az időszakban. Abszolút boldogsággal és izgalommal tölt el minket az egész szituáció. Úgyhogy rosszat erről az időszakról nem tudnék mondani, szerintem tényleg ezt lehet a legérdekes, a jobban kijelezni. Aztán mindentől kezdve már felgyorsulnak a dolgok, de a második trimesterben még szerintem annyira nem nincs bennem a szülés iránti félelem, vagy aggódás, vagy izgalom, nem kell annyira kapkodni, hogy minden meglegyen, szóval ez még olyan nyugisabb mondhatni. Mik a legrégesítőbb kérdések, amivel találkoztál? Hát engem talán legjobban az frusztrál, hogy megkérdezték, hogy tervezett baba volt. Tehát ezt a kérdést nem is értem. Mármint nálam tervezett baba volt, de hogyha nem lett volna tervezett baba, csak besikerült volna, akkor mi lett volna? Tehát, hogy mivel lesz több annak vagy az embernek, aki ezt megtudja ezt az információt? Mert nem értem ezt a kérdést, hogy kinek mi köze ahhoz, hogy terveztük-e, vagy nem terveztük. A lényeg az, hogy megtartjuk és hatalmas boldogságban felneveljük szerintem. Szóval ezzel a kérdéssel igazából nem tudtam, hogy ezen az elején, és ettől mondjuk rosszul voltam, amikor ezt megkérdezték, de kíváncsiak az emberek, ezzel nincs mit tenni. Most, hogy közeledik a szülés, mennyire van benned félelem, vannak falási rohamaid amúgy? Falási rohamaim abszolút nincsenek, hál' Istennek, szerintem régen sokkal rosszabb volt meg a szempontból. Most nem érzem azt, hogy szükségem lenne rá, úgyhogy nincsenek. A szüléstől még nem félek, de azért, ha reálisan gondolkodok, akkor biztosan lesz bennem előtutóm, ahogy közeledik. Elég sok szűrűs videót kezdtem el mostanában nézni, ezért felkészüljek, szeretnék megmenni Andrisra együtt szűrésfelkészítő tanfolyamra, hogy pontosan tudjuk, hogy mi vár ránk, és igyekszem majd nem ráparázni, de azért gondolom valami a szinten elkerülhetetlen lesz, de majd kiderül. Hány kiló jött fel a második trimeszterben, tényleg ezt elfelejtettem mesélni.
Igazából ezzel nagyon elégedett vagyok, mikor a második trimeszterben összesen 4 kg plusz jött fel, holott ilyenkor már ilyen 7-9 kg is normálisnak nevezhető, szóval ehhez képest 4 kg-mal halálosan boldog vagyok és elégedett. Nyilván nem tudom, hogy mit tartogat még a harmadik és hogy mi lesz a vége, de bízom abban, hogy hogy a életmódomnak köszönhetően azért mérsékelt lesz a plusz kilók száma, és ami fel is jön, az le is fog menni majd utána viszonylag hamar. Nem mondom, hogy nagyon sokat stresszelnék a súlyomon, de igazából hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem aggódnék miatta, mert szerintem nyilván mindenki aggódik. De nagy ez egy olyan helyzet, hogy igazából nem te irányítod. Nyilván persze van beleszólás, attól függően, hogy hogy eszel, mennyit mozogsz, stb. Tehát lehet azért az bőven kordában tartani, és hazudik, aki azt mondja, hogy nem. Viszont valamilyen szinten akkor is így ki van engedve a kezemben a gyeplő, és nem irányítom, hogy akkor most mi történik a testemmel. És ez azért nehéz, meg picit nehéz feldolgozni szerintem, hogy átalakul a testedés, mert sosem lesz teljesen ugyanolyan, mint volt. De azért ki lehet belőle hozni a legtöbbet, és nem ez a legfontosabb most, hogy ez tény és való, hanem az, hogy a kívülben egészséges legyen, és minden megkapja, amire szüksége van. Ugyanakkor az, hogyha én hízok plusz 20 kilót, vagy 30-at, és megeszek mindent, ami az utamba kerül, arra nem a babának van szüksége, hanem maximum az én lelkemnek lenne, de nincs, hál' Istennek, szóval. De lehet, hogy csak szerencsém van, mert lehet, hogy lesz egy következő terhességem, ahol meg mindent fel akarok majd zabálni, ami körülöttem van, úgyhogy ki tudja. Milyen így az adás? Könnyebb a terhesség, hogy sportolsz és jó leszel? Hát igen, erre akartam az előző kérdésen utálni, hogy szerintem egyébként könnyebb, és nem csak a plusz kilókat illetően, hanem tényleg abban, hogy jól élem meg a terhességet. Fáradt vagyok, de azért van energiám napi sok-sok órát dolgozni, szóval ha azt nézem tényleg, hogy mennyi mindent csinálok egyszerre, akkor igazából abszolút hálás vagyok a testemnek, hogy ezt így bírja és képes tök jól üzemelni. A baba mellett is, és ebben biztosan egy szerep van annak, hogy én a terhesség előtt is milyen életmódot éltem, és amit egyébként azóta is folytatok. Nyilván nincs egy összehasonlítási társadalapon, mert sosem voltam még úgy terhes, hogy nem foglalkoztam volna magammal, de én azt gondolom, hogy biztos van benne szerepe, és ez egyébként könnyebb, meg bízom benne, hogy a szülés utáni regeneráció is könnyebb lesz majd ennek köszönhetően, de meglátjuk. Az állás pedig egyelőre tök jó, tehát a második trimeszterben abszolút nagyon jól aludtam, kitapasztaltam azt, hogy tudok aludni, hát hason nyilván nem, de úgy oldalra dőlve félig hason egyébként igen, vagy ha kicsit kipolcolom a lábamat kispárnával, meg a hasonnál egy kispárnál, meg a fejemet egy kispár, van egyébként teljes párnám is, de nekem egyelőre jobban beválnak a kispárnak, ezt majd lehet, hogy váltok. Illetve a vége felé már azért elkezdtem tapasztalni, hogyha jobb alapdőlök, akkor az nem jó, mert a babának ott vannak a végtagjai, és akkor elkezdünk kapálni, hogy azt itt nyomja, de ha baloldalon vagyok, a gerincénél, akkor jól el van. Szóval így ki kell okosan tapasztalni, de egyébként én jókat aludtam meg alaszok még mindig. Sikerült már mindkettőtöknek felfogni, hogy mindjárt szülők lesznek? Félig meddig igen, és ez most már sokkal valóságosabbnak tűnik, mint az elején. De szerintem addig a pillanatig nem fogjuk egyébként sem felfogni teljesen, amíg nem fogjuk kezünkben tartani őt, ahogy megszületik, bármire, hogy akkor is teljesen hihetetlen lesz, hogy valaki tudottak a kezembe, és ez tényleg az én gyerekem. De azért most már totálisan erről szól az életünk hónapok óta, úgyhogy azért most már nagyjából realizálódik, és most már nagyon várjuk azt a pillanatot, hogy itt legyen velünk. Szerintem itt leírzálnám ezt a videót, a kérdések nagy részére válaszoltam, mert egyébként voltak egyezőségek, úgyhogy igyekeztem úgy összetartani, hogy mindenki mindenre választ kapjon. Ennyi volt igazából a második trimeszterem. A következő, a harmadik trimeszteres összefoglaló már, hát nem tudom, mikor fog érkezni, igyekszem majd felvenni még úgy, hogy a szülés előtt, aztán majd meglátjuk, hogy mikor kerül rá sor. Izgi tényleg most már csak néhány hét választ el tőle, hogy megszülessen, szóval most már tényleg nagyon fog gyorsulni a dolog, de mindenképpen fel fogom menni a harmadik trimeszteres videót is, tehát azzal nem szeretnék adós maradni. Igyekszem majd előre dolgozni, mert nyilván utána azért kevesebb időm lesz videózni, meg videót vágni, de majd meglátjuk. Minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a kérdéseiteket, ha még bármi felmerült a videó közben, akkor azt kommentben várom és szívesen megválaszolom. Legyen nagyon szép napotok, és találkozunk a következő videóban is. Yes, but I'm looking for a place where I can